Kedves nézőink, többen kérdezték tőlünk, hogy mi a véleményünk a magyarországi befektetésekkel kapcsolatban. Érdemes-e nekünk, kanadai magyaroknak otthon Magyarországon befektetnünk? Hát nyilván a jövőt illetően nem tudunk mondani semmit, legfeljebb a rizikófaktorokról tudnánk beszélni. Azt senki nem tudja, hogy ha most befektetünk X összeget Magyarországon, akkor az 5 vagy 10 év múlva mennyit fog érni. A múltról viszont tudunk példákat fölhozni. Nézzünk meg egy egyszerű esetet. Hogyha valaki mondjuk 5 évvel ezelőtt, tegyük föl, vett Magyarországon egy 10 millió forintos ingatlant, mi történt akkor? 5 évvel ezelőtt 10 millió forintért lehetett Pesten egy viszonylag szép lakást venni, vidéken akár még nagyobb házat is. Ez a 10 millió forint 5 évvel ezelőtt körülbelül 60 ezer dollárunkba került volna. Tehát valaki befektetett 5 évvel ezelőtt 60 ezer dollárt, mi történik, mi a helyzet ma? Ma ez a 10 milliós ingatlan nagy valószínűséggel, nyilván helytől és más tényezőktől függően, körülbelül 7 millió forintot ér. A 7 millió forintért, hogyha eladjuk ezt az ingatlant, és azt visszaforgatjuk kanadai dollárra, akkor az a mai árfolyamon körülbelül 30 ezer dollárt ér, vagy még annyit sem. Tehát ha 5 évvel ezelőtt egy ingatlanba befektettünk mondjuk 60 ezer dollárt, akkor nagy valószínűséggel annak ma körülbelül a felét tudjuk ebből az ingatlanból visszaszerezni kanadai dollárban. Mi történt akkor, hogyha mondjuk nem ingatlanba, hanem más, jól jövedelmező vállalkozásba fektettük be ezt a pénzt? Ha mondjuk egy olyan vállalkozásba be tudtuk fektetni, amelyik évente mondjuk 10%-ot hozott, akkor 5 év alatt ez az összeg, amit befektettünk, körülbelül megduplázódik. Tehát ami 10 millió forintot befektettünk, 60 ezer dollárt, az mára körülbelül 20 millió forint értékű lesz. A 20 millió forint a mai árfolyamon az 85 ezer kanadai dollárt ér, tehát a 60 ezer dollárunk 5 év alatt fölment körülbelül 85 ezer dollárra. Viszont miután ezeket az összegeket leadózzuk, akár Magyarországon, akár Kanadában, akkor körülbelül egy olyan összeget fogunk kapni, amire azt mondhatjuk, hogy ha itt egy teljesen biztos befektetésbe tettük volna a pénzünket, mondjuk egy garantált államkötvénybe, akkor körülbelül ugyanazt az eredményt elértük volna kanadai dollárban. Mi a helyzet akkor, hogyha például magyar államkötvényt akarunk venni, amely jelenleg a világon az egyik legjobb üzletnek számít, hiszen akár 10% éves kamatot is megkaphatunk rá, ráadásul ez egy garantált befektetésnek tűnik. Általában azt szokták kérdezni a nemzetközi befektetési körökben, újságokban, hogy meddig bírja Magyarország fizetni ezeket a 10%-os kamatokat, hiszen, amint a közgazdasági alaptétel mondja, 7% fölött általában ezek a hozamok nem fönntarthatók. Egy ország nem tudja kitermelni, hogy 7% fölötti kamatot fizessen az államkötvényeire, még akkor sem, hogyha elég nagy növekedéssel rendelkezik, ami Magyarországon ma nem áll fenn. Tehát államkötvények esetében ugyan a 10% nagyon vonzó, de kétséges az, hogy mennyire biztos ez, mennyire tudja a magyar állam mondjuk 5 vagy 10 év múlva majd az akkori kormányok az adófizetők pénzéből ezeket visszafizetni. Nem történik-e meg esetleg az, hogy 5-10 év múlva a forint megint annyival kevesebbet fog érni, ami negálja, tehát elviszi ezt a akár duplányi nyereséget is.